A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület és a Nemzetiségi Önkormányzat közös találkozóján új kezdeményezés vette kezdetét. A jövő terveinek kialakításához a társszervezetek közreműködését, tapasztalatait is figyelembe veszik. Azt gondolom, hogy eredményesség szempontjából a egymás megismerése, egymás munkájának megismerése, a tapasztalatcsere, a szakmai megbeszélések és az egyedi sajátosságokból adódó feladatok megoldásának útja. Útját tudjuk megismerni. Ez a mai nap is ezt szolgálja, hiszen a települési önkormányzatok találkozóját szerveztük meg a mai napon, amikor is egymás tapasztalataiból, egymás ötleteiből merítve tudjuk megvalósítani az általunk kitűzött célokat. Ezek a célok, ezek közös célok, hiszen mindannyiunknak közös érdeke az, hogy ezt a marétnyi kisebbséget megtartsuk, megerősítsük, fejlesztjük, és tulajdonképpen a fiatalságot bevonjuk ezekbe a feladatokba, és ezáltal erősítsük ezt a kisebbséget a hagyományápolás keretén belül. De hát ezen kívül minden önkormányzatnak megvannak a sajátos, egyedi sajátosságaik, amelyekkel tulajdonképpen egyedivé válnak ezek az önkormányzatok. Nagy célok vannak, de mindig az a kérdés, hogy ezeket a célokat hogyan tudjuk megvalósítani. És erre a hogyan kérdésre próbálunk választ kapni azáltal, hogy tapasztalatainkat átadjuk. A történelem azért eléggé rendesen megcibálta a magyarországi németséget is, és ennek következtében megtanultunk összetartani. De nem ez a legfőbb oka annak, hogy mi egységesek vagyunk, hanem az, hogy megpróbálunk a politikától függetlenül létezni. Azaz nem igazán szeretjük, hogyha a nagy politikai pártok vagy politikai irányzatok ránk települnek, és megmondják, hogy akkor így kéne vagy úgy kéne. Ennek következtében például meg lehet nézni, hogy általában mondjuk a települési nemzetiségi, német nemzetiségi önkormányzati választásokon, vagy akár az országoson egy lista van, mert hogy meg tudunk egyezni előre, anélkül, hogy csúnyán szólva köpködnénk egymást. Igazából itt nem arról van szó, hogy az egyesületnek bármilyen feladatot át kellene vállalnia szerintem, hanem úgy mondanám inkább, hogy egymás mellett működik a két szervezet. Az egyesület inkább a közönségszervezés rész, ami hozzánk tartozik, az önkormányzathoz pedig inkább mondjuk úgy, hogy a protokollárisabb vagy a hivatalosabb rész. Azaz az egyesületnek véleményem szerint a feladata az, hogy programokat biztosítson a tagság számára, azaz valamilyen szinten életben tartsa a magyarországi németséget, azaz a svábságot. Az önkormányzatnak pedig a feladata véleményem szerint az, hogy ennek egy megfelelő jogi hátteret tudjon biztosítani, érdekvédelmet tudjon biztosítani a számunkra, hogyha olyan alkalom van, akkor pályázatokat tudjon kiírni az egyesületek vagy a németséghez kapcsolódó egyesületek számára, és én úgy érzem, hogy itt Szekszárdon kiválóan együttműködik az önkormányzat és az egyesület. A szekszárdiak jövőbeni terveihez a bátaszékiektől kértek segítséget, hiszen készül a német tanösvény Szekszárdon, melyet ott már sokan látogatnak meg az elmúlt időben. Tapasztalatokat próbáltuk átvenni. Egyrészt, hogy terveink között szerepel a tanösvény kialakítása itt Szekszárdon. Bátaszékiek ezen élen járnak, hiszen tavaly adták át a német nemzetiségi tanösvényt, és mi itt Szekszárdon szeretnénk megpróbálkozni ezzel az óriási feladattal. A nemesnád udvariaknak viszont iskola átvétel, tehát a települési német nemzetiségi önkormányzat a fenntartója az általános óvodának és általános iskolának. Némi tapasztalatunk van ebben, hiszen a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is van egy fenntartott intézménye, nevezetesen a Wunderland óvoda, és hát most távlati terveink között szerepel az, hogy az óvoda után az iskolát is át tudjuk venni, és német fenntartásban legyen a Német Nemzetiségi Általános Iskola is. Azt gondolom ugye, hogy egy nagyon pici közösség ez a mi közösségünk, és fontosnak tartom azt, hogy az adott régióban, ugye itt Tolna megyében segítsük egymást. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat megkeresett bennünket
bátaszékieket, hogy ők is szeretnének létrehozni egy német nemzetiségi tanösvényt Szekszárdon, ugye, amit mi tavaly májusában adtunk át, tavalyi májusában, és ennek a létesítéséhez kértek segítséget, illetve tapasztalatainkat. Ugye ez mindenhol az országból már ilyen tanösvényt átadtak, fontos volt mentorokra, fontos volt arra a tapasztalatra alapozni, amit már az elkészült tanösvények készítésekor, úgymond az előttünk járók megszereztek. Bennünket is segítettek annak idején hasonlóképpen, ezért mi is úgy gondoltuk, hogy kötelességünk segíteni ebben a szekszárdiakat. Ők konkrétan abban kértek segítséget, hogy mind kell ezt az egészet egyáltalán elkezdeni, mondjuk el a tapasztalatainkat kivitelezőkkel, engedélyezésekkel kapcsolatban, és hát nyilván a témák felkutatásában is, hogy vajon hogy is fogjanak ők ez az egészhez hozzá. A hivatalos kapcsolatteremtés mellett a helyiek a szokásoknak megfelelően a tagság szórakoztatásáról és a közösségi együttlétről is gondoskodtak, mert közismert, hogy a fehér asztal mellett könnyebb a megegyezés.